télen is népszerű az Akácliget fürdő. Fél évet zártak a Karcagi Általános Iskolákban. Most Tiszatenyőn vélték látni a Váducot. Miniszteri elismerés Zbiskó Zoltán Lászlóinak. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. András Istvánnal, az Akácsliget fürdő ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogyan zárták az évet és mi várható idén. A fürdő jelenleg téli üzemmódban működik. A kinti gyógymedencékben is vannak vendégek, akik élvezik a gyógyvíz hatását. Lehet látni, hogy azért a kinti gyógymedencékben is azért a kedves vendégek azért élvezik a gyógyvíz hatását. A téli üzemben belül még azért elmondanám, hogy tehát a beltéri úszoda, tanmedence, két terű melegvizes medence is üzemel. Idén nem lesz áremelés. Jelenleg is a tavalyi árakon működnek, ami jó hír a fürdőzőknek. Nem lesz áremelés, ez amúgy is egy jogszabály írja elő, hogy önkormányzati tulajdonú társaságoknál áremelést nem hajthatunk végre, és jelenleg a tavalyi árakon működünk. Ugyanúgy, ahogy az elmúlt években is, a Karcagiaknak külön megvan a kedvezmény, mind a belépőjegy árban, mind a bérletek árába. Továbbra is élnek a 10 alkalmas, 30 alkalmas bérletek, úszoda bérletek, ez egész évi bérletek. Úszás oktatásra is van lehetőség, bár a Covid helyzet ebbe is beleszólt, de már vannak úszás oktatások. Tervezik az idei rendezvényeiket, bár ez is a vírus helyzettől függ. Minden a Covid helyzettől függ, sajnos most erről szól az egész dolog. Itt a fő rendezvényeink, tehát a tavaszi nyitás kezdetére az első rendezvényünk például lesz a nyugdíjas művészeti találkozó, nyáron az Akácsliget, nap ősszel pedig a motoros találkozó menet közben kisebb rendezvényeket is tervezünk, de ezek még tervezési szint alatt vannak. A kemping is népszerű. A lakókocsi látogatottság egész évben jellemző. Jelenleg is 10 lakókocsi van, és még ugyanennyien jönnek a napokban hétvégére vagy a hetekre is. A lakókocsi látogatottságunk az egész évben jellemző, tehát most jelen pillanatban is hiába -3-4 fokban állunk, de most is például már jelenleg 10 lakókocsink van, és akkor még holnap jönnek hozzá például 10-20-an még, amit bejelentkeztek. Ezek a lakókocsisok, én úgy mondanám, hogy tehát csoportok, és a csoportosan jönnek, tehát a hétvégére, vagy például az év végén is, amit ön is elmondott, hogy szinte tele volt az egész kemping lakókocsival, hát itt a karácsonykor meg szilveszterezni is már itt töltötték el a szilvesztert például egy egész csoport. A faházak kivételével a többi szálláshely is működik. Tavaly a belföldi turizmus volt az elsődleges, de már külföldi turisták is érkeztek a családias fürdőbe. Itt ez a fürdő azért, ez egy, mondhatom, hogy egy családi fürdő, tehát mindenki megtalálja a szája íze szerinti medencéket, meg szórakozási lehetőséget. Üzemel a gyógyászati részleg. A szakrendelés a balneológiai kezelések. Üzemel a gyógyászati részlegünk, ezt a tavalyi évre is elmondhatom, mert tavaly évben az első hónapokban a maga fürdő zárva volt, de a gyógyászat akkor is működött, mind a szakrendelés, illetve a balneológiai kezelések is. Jelenleg azt mondom, hogy majdnem 80-90%-os hatásfokon működik a gyógyászatunk. A szakrendelésben vannak egy kis csúszások, de nem sok várakozási idő van ott se, tehát bármikor jöhetnek a kedves vendégek. Kimagasló fél évet zárt, a Kályami most már a Farsangra készülnek. A pedagógusok január 28-áig tájékoztatták a szülőket a gyermekek eredményeiről. Január 21-ig tartott az első fél év, és január 28-áig a pedagógusoknak, az intézményeknek tájékoztatni kell a szülőket a gyermekek elért eredményeiről. Én elégedett vagyok a háromtag intézmény munkájával és a pedagógusok munkájával is. Ugye nálunk már évek óta működik a krétanapló, amely sok-sok kihívással járt az elején, de most fél évkor is és évvégén is az ebben való munka ugyan időigényes, de a pedagógusok szépen vették az akadályokat, és minden szülő már megkapta az értékelést a gyermeke fél évi munkájáról. A két általános iskolai tagintézményben vannak olyan tanulók, akik
nem igazán tudták megfelelően teljesíteni az első fél évet, ők év végéig javíthatnak. A két általános iskolai tagintézményben sajnos most is vannak olyan tanulók, mint mindig, akik nem igazán tudták megfelelően teljesíteni az első fél évet, de még van egy egész fél évük arra, hogy év végére tudjanak ezen javítani. A művészeti iskolai tagintézményben járó gyermekek munkájával teljes mértékben elégedett vagyok. Mutatják ezt a kis videós bemutatók, amelyeket a pedagógusok megosztanak a szülőkkel, illetve a kis tanszaki hangversenyek, amelyek a járványügyi szabályozások betartásával azért megtartásra kerülnek itt az Erkel teremben. A második fél évben lesznek tanulmányi versenyek, és nagy kihívás az általános iskolai tagintézményekben a kompetenciamérés, ami idén digitális formában fog megvalósulni. Mi is szervezünk, illetve részt vesznek a gyerekeink tanulmányi versenyen, és itt meg kell említenem a második félévnek a nagy kihívását is az általános iskolai tagintézményekben, ez pedig nem más, mint a kompetenciamérés. Az idei évben teljesen szokatlan módon, nem az eddigi feltételek, keretek között, digitális formában fog megvalósulni a kompetenciamérés, és már az első félévben is, és most is gyakorolnak a diákok és a pedagógusok is, hogy hogyan fogják majd ezt teljesíteni, illetve én pedig arra figyelek, hogy mind a két tagintézményben meglegyenek azok a technikai feltételek, hogy ezt a mérést meg tudják csinálni a kollégák. Második fél évben a művészeti iskolában kerül megrendezésre a 3. Jászhagykun Szolnok megyei vonós verseny, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területébe tartozó művészeti iskolák növendékei részére. Második fél évben a művészeti iskolában kerül megrendezésre a 3. Jászhagykun Szolnok megyei vonós verseny. Ezt két évenként rendezzük ezt a versenyt. 2020-ban sajnos elmaradt a pandémia hozta intézkedések miatt. Bízom benne, hogy az idei évben ezt meg tudjuk rendezni. A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területébe tartozó művészeti iskoláknak a növendékei vesznek ezen részt. Bízom benne, hogy szép számú jelentkező lesz, hiszen a jelentkezéseket február 28-áig tehetik meg azok, akik úgy gondolják, hogy megmérettetik magukat egy ilyen megyei versenyen. Az általánosokban a farsang időszaka elkezdődik, ezek a korlátozások miatt osztályszinten kerülnek megrendezésre. Most jelenállás szerint különböző egészségügyi korlátozások vannak, és szabályokat kell betartanunk. Igen, osztályszinten kerülnek megrendezésre a farsangi kis programok. Nem tudunk most sajnos iskola szinten, akár tornateremben megrendezni egy ilyen mulatságot, de én úgy gondolom, hogy osztályszinten is egy bensőséges, vidám, nagyon jó kis programot lehet szervezni a gyerekeknek a pedagógusok irányításával. Tavasztól pedig az udvari programok köre. Az igen széles lesz, a játékoktól a különböző udvari társasjátékokig. Különböző sportjátékokat, a foci, nagyon kedvelik a gyerekek a focit, és a különböző udvari társasjátékokat, illetve többet tudják használni az udvari játékokat is, hiszen mind a két általános iskolai tagintézmény rendelkezik szépen felszerelt udvari játékparkkal is. Ha enyhül a pandémia, egyre több rendezvényt, programot tudnak a szabadban megtartani, majd az iskolában. Újabb videót készíthettek a kunsági Fekete Párducról, ezúttal Tiszatenyő környékén vélték látni a hatalmas állatot. A Karcag TV stábja csak fekete macskát látott a helyszínen. December közepe óta tartja izgalomban az országot az először Kiskunhalason észlelt fekete párduc. Akkor egy biztonsági kamera felvételt is készített az állatról, ami alapján a szakértők is megállapították, hogy valóban egy ritka fekete párducról van szó. Azóta több helyszínről is érkeztek bejelentések. Látták vagy látni vélték az állatot Kecskeméten, majd Szolnok és Újszász között is. Most pedig egy újabb videót juttattak el az egyik újsághoz, amelyen egy nagy testű fekete állat látható a távolban, Tiszatenyő környékén. Azt egyelőre nem erősítették meg szakértők vagy más szemtanúk, hogy valóban a fekete párduc látható-e a felvételen. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott és kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként miniszteri elismerő oklevél kitüntetésben részesítette Zbiskó Zoltán Lászlóné zongoratanárnőt.
Zbiszko Zoltánné zongora tanulmányait a Karcagi Állami Zeneiskolában kezdte, ahol főiskolai évei óta nyugdíjba vonulásáig zongoratanárként dolgozott. Munkáját a következetesség, lelkiismeretesség, pontosság jellemezte. Úgy gondolom, hogy 42 év zenepedagógiai munka után ez egy nagyon szép lezárása volt a munkámnak. Ilyen gondolatok jártak a fejembe, hogy nagyon szépen lett így lekerekítve. A tanárnő nagy figyelmet fordított minden növendékére, valamint a társas együtt muzsikálás megszerettetésére. Több növendéke tanára példáját követve zenei pályán folytatta tovább tanulmányait. Az elmúlt évtizedek alatt számos növendékével értek el szép sikereket, megyei, nemzetközi és országos versenyeken. Több ízben felkészítő tanári külön díjjal jutalmazták a tanárnőt. Nekem mindenféle élményben volt részem, szerencsére nagyon tehetséges növendék is került a kezeim közé, és hát ez engem is egy nagyon nagy munkára késztetett, hogy tudjak vele olyan érdemben foglalkozni, és hogy tudjon szárnyalni. Hát ilyen szempontból nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy nagyon tehetséges növendékeim is voltak. Voltak kevésbé, de minden gyerekkel megtaláltuk azt, ami nagyon fontos, és a legfontosabb, hogy mindenki örömmel zenéljen. Úgyhogy nekem az jelenti a legnagyobb sikert, ha látok olyan volt növendékemet, hogy belép a zenéskola kapuján, és fogja a gyermeke kezét, hogy beírass a zenéskolába, mert az azt jelenti, hogy ő gyerekként olyan élményeket szerzett, hogy a saját gyermekének is szeretné biztosítani ezt a szép élményt. Korrepetítori tevékenysége precíz, szakértelmével, muzikalitásával nagyban segítette a gyerekek és kollégái munkáját. A versenyek alkalmával ezt korrepetítori külön díjakkal is elismerték. Jó kapcsolatot ápol a növendékeivel és azok szüleivel, a kollégákkal. Aktív szereplője és szervezője volt a művészeti iskola rendezvényeinek. A felkéréseknek elegettéve színesíti Karcagváros kulturális életét. Az iskola és a város érdekében végzett, színvonalas munkája elismeréseként méltó a kitüntetésre. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!